Nyári véradást tartottak Bonyhádon, a Percel kúriában. A szervezők a Vörös Kereszt számára is nehéz időszakban nyújtottak segítséget a levett vérmennyiséggel. A Bonyhádi Sportcentrum, ugye a sport és a mozgás bonyhádi felelőse próbál az egészséges életmódban is segítség lenni az embereknek. És pár évvel ezelőtt kikeresett minket a vérellátószolgálat, illetve a Tolna megyei Vörös Kereszt, hogy próbáljunk meg közösen véradást szervezni. És nagyon szívesen tettük ezt, hiszen megpróbáltuk megszólítani a sportolókat. Ugye az első véradásunkra még a sportcsarnokba került sor, és kimondottan a sportolókat próbáltuk meginvitálni, hogy jöjjenek el, segítsenek vért adni. Nehéz egyébként ebben az időszakban rájuk hatni ilyen szempontból, hiszen elkezdődött nekik is a versenyidőszak, és ilyenkor nem szívesen ad senki sportolóként vért. Ugyanakkor viszont nagyon nehéz is a dolga a vérellátószolgálatnak, meg a Vörös Keresztnek is, hiszen a nyári szabadságolások miatt szükséges vérmennyiséget mindenképpen össze kell szedni, és a szabadságok miatt nehéz a dolguk. Gyakorlatilag ilyenkor is össze kell szedni ezt az 1600-1800 egységnyi vért, amit normál időben össze tudnak szedni, de mindenki nyaral ilyenkor, tehát nehéz. És ebben próbálunk mi segítséget nyújtani, hogy az intézményünk is valahogy részt vegyen ebben. Említettem, hogy a korábbi véradások a sportcsarnokban kaptak helyet, de ma mióta hozzánk került a Percel kúria, és ilyen szépen fel lett újítva, ez egy szép környezet, úgyhogy ilyen ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek ide egy szép környezetbe tudjanak vért adni. A szokásos véradásokhoz képest nyilván nem sikeres, hiszen az előbb említettem, hogy kevesen az emberek nyaralni vannak. Hogyha vehetjük, hogy normál esetben szeptember hónapban olyan 200-250 ember alatt vért Bonyhádon, egy kétnapos véradáson, addig ide csak olyan 10-20, maximum 30 ember szokott eljönni, de ez is nagyon sokat számít, hiszen a betegek, illetve a műtétre várók nagyon várják ezt a segítséget, úgyhogy mi szívesen segítünk ebben. Jobb adni, mint kapni, tartja a mondás. A véradók mindegyikét azonban örömmel tölti el, amikor megkapják a hírt, hogy valakin segíteni tudtak. Ugye én is rendszeres véradó vagyok, hál' Istennek büszkén vallhatom. Ma adtam volna 42-szer vért, de sajnos nem tudtam adni egy júniusi műtétem miatt. De gyakorlatilag ugye, amikor vért adok, akkor önmagában véve az, hogy ez egészséges dolog a véradás, ez csak egy dolog, de utána, amikor az ember megkapja azt az SMS-t a vérellátószolgálattól, hogy kivitték a vérét és tudott segíteni, kivitték a vérét egy betegnek vagy egy műtétre várónak és tudott benne segíteni, az annál felelőbb érzés nincsen szerintem. Vannak olyanok, akik egy gyerekkoruk óta úgy neveltek, hogy tudatosan nyújtsanak segítséget a rászorulóknak. Nekem az a második véradásom az életemben, ugye, és úgy vagyok vele a véradással, hogy a családom is, anyukám rendszeresen vért adott, amikor volt rá lehetősége, és igazán én olyan személy is vagyok, aki szeret segíteni így az embereken, hogy a társadalom is jobb legyen, és példát mutassak arra, hogy a mai korosztályomnak, ami ugye az én korosztályom, hogy ők is valamilyen fel segítsék az emberiséget, és úgy voltam vele, hogy akkor jövök másodjára is. Szeretnék mindig vért adni, de időközönként ugye, csak ugye Bonyhádon most volt ez az első ilyen lehetőség, ahol láttam, hogy lehet vért adni. És igazándiból ez, akkor mondom, hogy akkor eljövök vért adni, és akkor így tudok segíteni olyan személynek, aki szüksége lesz rá majd. Sétáltam a sportcsarnok felé igazándiból, és ott láttam a plakáton, hogy véradás, és akkor mondom, jó, akkor megyek. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor adok vért. A sportolókra és a ritka vércsoporttal rendelkező személyekre hatalmas szüksége van a véradó állomásoknak. Családomban még nem volt senkinek szüksége, mert nem tudom, hogy milyen vércsoportba tartoznak ők, de ha kellene adni, akkor én lennék az első, aki jelentkezni, hogy itt vagyok. Jöjjenek vért adni minél többen, tényleg segítséget is, meg tudnak segíteni az embereken utána, meg lelkiismeret is jobb ilyenkor, hogy valamit adott egy olyan embernek, akinek szüksége lehet rá, és hogy többen adjanak vért, én azt mondom. Amikor megkaptam az első a véradást, amikor tudtam segíteni, nagyon boldog voltam, hogy életet mentettem ezzel, és hogy tudtam neki vért adni ezzel annak a személynek, ugye. Szóval ne örültem neki, akkor amikor megkaptam ugye az üzenetet. A környékbeli véradásokról a Magyar Vörös Kereszt honlapjáról is lehet értesülni.